90 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Elindítjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, méghozzá Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkkal, ahova a legkorábban kelő hallgatók egyike írt nekünk, D. Kartárs. Borongos jó reggelt, kartársak, ma ismét én viszem M. Kartárst a bölcsibe, erre tekintettel később jelentkezem útinfókkal. Hát köszönjük szépen, akkor ez is csak egy bejelentkezés útinformációk nélkül. Én, amit el tudok mondani a Balatoni útról és a Budaörsi útról, az az, hogy elég hézagos volt a forgalom, bár most egy kicsit korábban érkeztem. Úgyhogy 3-4-6 és 6 között jártam ott, biztos, hogy erősödni fog, úgyhogy hogyha láttok bármit, akár arrafele, akár máshol, akár azt, hogy lehet menni, akár azt, hogy nem, azt várjuk szeretettel az említett elérhetőségek bármelyikén, és akkor azt meg tudjuk osztani a kedves autóstársakkal, hallgatókkal. Nos. Én csak a közlekedési infót tudok hozzátenni, hogy majdnem elhasaltam a lépcsőn, de hát minden... hát leköti a nézőmezőmet, a látókámat, a pulóvered látványa, ezzel még nem találkoztam. Gyanús vagy nekem, hogy nem is volt nálad boltbezárás, de nem, ez még így nem ismerős így hirtelen a távolból. Hát kérlek szépen egy kupon akció keretében ugye az ember kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek a féláras pulóvert még 20%-kal kedvezményesebben hozzávágják. Nem fogom ott hagyni. Mindent értek, jó. De egyébként tényleg jól néz ki. De... Na, hát köszönöm szépen. Bűn lett volna ott felejteni, igen. A hülyének megéri, ne viccelem, hogy nekem. Na, kérem szépen, akkor megköszöntjük a névnaposainkat. Idák ünnepelnek a mai napon, köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel. Aj, drága énektanár nénimet, igen, mennyi borsot törtem az orra alá, biztos meséltem már, de nekem sikerült bukát. Nem, bukát. Most az azonnal, egyet legalább most azonnal el hát azon kell, kevesek egyike vagyok, akinek sikerült bukásra állni a énekből, mert Ida néni, az kérlek szépen, mert nem tudott rendet tartani az osztályba, és elég elharapóztak ott a dolgok, az volt a diplomata táskás időszak, ugye előszeretettel rugdostuk fel a táskákat, egy jó nagyobb puffanjon óra közben. Igen, ez megvan. Kelljen ott szolmizálni, vagy akármit csinálni. Ennél jobban semmivel nem lehetett bosszantani. Nem. Főleg, hogyha itt sorozatban szervezetten, akár egy ilyen géppuska sorozatként eldurrantottad, akkor az elég bosszantó volt, és hát véste be az egyeseket. Mert hogy azzal próbált... Minden egyes puffanás, egy karó? Hát nem, egy nap egy karó, tehát nem, egy puffanás szólás, aztán karó, aztán kizavarás, aztán menj az igazgatóiba, tehát volt egy ilyen sorrend, de szerencsére egy nap egy-egyest osztott ki, de nekem sikerült olyan 14 egyest és egy kettest összeszedni az adott évben, tehát 1,15-re álltam körülbelül, a kettes volt az éneklés, tehát az volt maga az énektudás. És hát aztán a végén, ugye miután készségtárgyról van szó, és ez nem pótvizsgás, hanem osztályismétléses, egy hatalmas bokrétával kellett beállítanom Ida nénihez, és könyörögnöm, hogy, és fogadkoznom, hogy én majd jól nem ilyen leszek a jövőben, és meg fogok változni, és nagyon sajnálom, hogy ezt csináltam, és így egy sikeres hármassal abszolváltam. Azt hiszem, ez általános hetedik volt talán. Úgyhogy hát igen, rá feltétlenül meg kellett emlékeznem.
És hát, ahogy említettem, köszöntjük nagy szeretettel az idákat. Béla, Hermina, Martin, Márton, Norma, Mirka, Minka, ilyen névnapokat, vagy ilyen neveket látni még a naptárban, őket is köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Hú, annyira elhelyezném ezt a diplomatotáskás időszakot, ez szerintem egy, nem tudom, egy 5-6 év volt, amikor egyszerűen egészen döbbenetes módon, semmiből érkezve elterjedt, hogy mindenki, szinte, a fiúk, nem? Igen, de most, hogyha elkezdem ilyen kis gyerekek ilyen diplomatotáskát, tök hülyén nézhettünk ki ott az utcán, de... Nem, nevetséges. Tehát ha valaki ezt most hallja, és nem élt akkor, igen, és tényleg csak egy elképzelő, hogy tényleg kisiskolások, mint felső tagoltasok mind ilyen egyen kocka diplomatatáskával jártak iskolába, ez hihetetlennek tűnik, ráadásul azért volt abba súly, nem tudod a hátadra venni, most azért is panaszkodnak, hogy hát a hátukon se bírják el a cuccot, szóval így, annyira furcsa jutólag, pedig benne voltál, értetetlen. És nagyon ciki volt, hogyha nem olyanod volt. Hát igen, elmúlt ez is, most már egészen más szelek fújnak, más a divat, de hát volt egy ilyen korszaka is a nebulóknak. Na nézzünk születésnaposokat, mit szólsz? Lukács György filozófus, esztéta, egyetemi tanár 1885-ben született ezen a napon, mint ahogy Robert Alexander Watson Watt, skót fizikus, radar feltalálója ő például. Derkovics Gyula magyar festőművész is ezen a napon született, Samuel Beckett Nobel-díjas francia, francia író, és drámaíró, Bornai Tibor zenész, szövegíró, a KFT, Billentyűse. Igen. Uh-huh. Illetve hát ének egyik ének hangja. Igen, igen. Mindenese, igen. Így van. Meg hát azért rengeteg magyar előadónak szerzett ő még zenét, írt dalokat, úgyhogy felsorolni is sokáig tartana, úgyhogy mondjuk így, hogy zenész, szövegíró, hát zeneszerző szerintem, amellett, hogy ilyen hangszeres művész, de a zeneszerzőt szerintem kiemelhetjük, igen. Abszolút. Ki van még? Rudi Föller, német labdarúgó és edző is ünnepel a mai napon, valamint szlovák gitáros, Red Hot Chili Peppers tagja ő, és vagy volt, bocsánat. Volt. Igen, fiatalon távozott. Az élők sorából Garry Kasparov, azerbajdzsáni születésű szovjet sakkmester, nagy világbajnok, 1963-as, szintén ezen a napon született, és Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornászunk is, őt is köszöntjük nagy szeretettel. Na, azt mondja, hogy még egyszer az elérhetőségünk 0630 20 10 909, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja egy kedves hallgatónk, hogy végül is ma is egy fekete téglalapot szorongatnak a kezükben a gyerekek. Igen. Hogyha a laptopjukra gondolunk, de azt valószínűleg nem fogják felborogatni, és nem fognak vele puffogtatni, megtelepakolni. Igen, és akkor volt ebből számzáras, meg oldalra nyílós, meg fölpattintós záras, ugye volt műanyag keményvázas, nekem volt egy favázas, és bőrrel volt bevonva. Hú! Képzeld el! Igen, annak az volt csak a baja, hogyha szétjött ez a bőrözés, akkor elengedett a fa, és az egész így összenyekkent, és akkor kellett venni egy ilyen merev, öntött, szép, öntött műanyag táskán. Most jutott eszembe, nekem volt egy olyan, hogy félverseny biciklivel közlekedtem az iskola felé, és annak úgy, ugye, hát hogy megy rá a diplomatatáska, volt a klasszik csomagtartó a biciklin a hátsó keréken, és egyszer rettentsen elszállt, és a busz majdnem ráment. Erről úgy emlékszem, hogy én ott valamit ott, vagy valakit előztem, vagy nyilván valakit, valami szabálytalan manővert végeztem, hogy még egy szembejövő busznak is egy nagyot kellett lefékezni az elrepülő iskolatáskám, diplomatatáskám miatt, úgyhogy most így villanak ezek az emlékek. De hogyha már itt múltban révedünk, azt áruld már el, hogy miért volt félverseny, az Putnyik vagy a menőbeknek a favorit, mert én ezt sosem tudom. Nem tudom, én csak azt tudom, hogy így hívtak. Én is, mert kijavítottak, amikor mondtam, hogy hát nekem versenycangám van, tehát azért ne vicceljünk. És akkor mondták, hogy az félverseny, és a mai napig nem tudom, hogy miért félverseny volt, amikor váltója volt, szarv kormány, minden teljesen úgy nézett ki, kicsit nehéz volt ugyan, de
Olyan versenyszerű. És most nem emlékszem a márkájára. Hát vagy Sputnik, vagy favorit lehetett. A Sputnik volt a tömeg. Na gondoltam, mert az volt a menő gyerekeknek a bringája a favorit. Az volt a keletnémet. A tömegcucc az meg a Sputnik volt, ami másfélszer annyit nyomott kilóra. Már akkor is ez is Sputnik volt. Igen, igen. Ez már nekem a múlt homályába vész. Na jó, hát szerintem akkor vissza a jelenbe, zenéljünk egyet, és akkor utána lapszemlézzünk.